kamarában milyen hangsúlyt és milyen súlyt kap az erdészet és az erdészetben, az erdészetből élők. Azt mondom, az a szám, hogy van 12 ezer olyan tagunk, aki erdő- és vadgazdálkodás útján került a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagságában. Az jól mutatja, hogy ez nem egy elenyésző szám. És nekünk az a feladatunk és a célunk, hogy ennek az ágazatnak a képviselői, az ő problémáik, az ő felvetéseik, azok szervesen kapcsolódjanak a kamara működésébe, a kamara mindennapjaiban. Nagyon öröm számunkra, hogy a megosztalak kezdetettől fogva jó viszonyt tudtunk kialakítani. Az egyik olyan szervezet volt, az elsők között volt, amelyikkel stratégiai megállapodást tudtunk kötni, ami természetes módon következett abból, hogy a megosztó volt az egyik azon 12 szervezet közül, aki 5 évvel ezelőtt a kamarai választásokon megmérettette magát, és vállalta azt, hogy felelősséget próbál vállalni saját magáért és a teljes magyar agrárgazdaságért. És hát azt kell mondanunk, hogy az idő eltelt, és újabb választásoknak a hajnalán vagyunk. Ez azt jelenti, hogy újra elkezdtünk egymással beszélgetni arról, hogy hogyan tovább, mert most eljutottunk valameddig, de egy fontos ponthoz érkeztünk, és nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon örülök annak, ezt most mind a magosszal elnöke mondom, hogy a megosszal is egy olyan megállapodást tudtunk kötni a következő 5 évre vonatkozóan, ami ezt az elkezdett és kitaposott utat vinné tovább. Kíváncsian várjuk azt, hogy a tagság részéről az általunk összefogás listájának nevezett saját tagjaink által reprezentált listát a tagság milyen formában fogja majd értékelni, milyen formában fogja majd támogatni. Ugye megosztva folyamatosan egyeztetünk az ágazati ügyeket illetően, és azt gondolom, hogy ez egy eredményes közös munka volt. Ha visszatekintünk az elmúlt néhány esztendőre, akkor tudunk felsorolni olyan lépéseket, amelyekre közösen lehetünk büszkék, és amelyek hosszú távon is, de középtávon mindenképpen meghatározzák a mindennapjainkat. Itt kiemelném a vadászati törvényt, amit 2015. novemberében fogadtunk el. Ez nyilván nem kapcsolódik közvetlenül a megoszt tevékenységéhez, de nem meglepő módon az erdőgazdálkodók aktívnak mutatkoztak a vadászati jogszabályok módosításában is, teljesen érthetetlen módon természetesen. Itt is tudtunk egymásra számítani, és azt gondolom, hogy hamar megtaláltuk egymás kezét, amikor megállapodásokat kellett kötni, és jó alkukat kellett kötni. Nyilván a pályázati pénzek, amiről az előbb Dávid beszélt, is óriási hatással vannak a teljes agrárgazdaságra, ugyanígy természetes módon az erdőgazdálkodókra is. A 14-20-as tervezési időszak tekintetében a kamarának egy nagyon fontos feladata volt. A PEMCSEC-ben, ugye ami a pályázat előkészítő munkacsoportoknak a mozaik szava, tehát a PEMCSEC-ben mi lehetőséget kaptunk arra, és ezért köszönet a miniszterelnökségnek, hogy a pályázatok írása előtt volt lehetőségünk véleményt fogalmazni, adott esetben kritikát jelezni a kiírandó pályázatokkal kapcsolatban. És szeretném mondani, hogy ezt nem csak úgy magunktól tettük meg, hanem a delegáltjaink minden alkalommal egyeztettek a megosszal, így aztán az összes erdészeti intézkedés vonatkozásában egy közösen véleményezett anyagot tudtunk leadni. És hát a legjelentősebb természetesen az ez évben kétharmados többséggel elfogadott erdőtörvény módosítása jelenti, ami ugye most a napokban lépett hatályba, tehát most kezdjük el megélni annak a kereteit. Itt köszönet illeti az FM illetékes államtitkárságát, hogy nyitott volt és tárgyalásba bocsátkozott velünk, hisz mi is abban gondolkodtunk sokan együtt, sokan közösen, hogy ez a jogszabály, ami akkor hatályos volt, az változásra megérett, és szerettük volna ezt olyan irányba elmozdítani, ami egy kicsit kimozdítja abból a közegből, ami korábban ezt jellemezte. Több lépcsőben is egyeztettünk, és azt gondoljuk, hogy azok a megfogalmazott kritikák, azok a megfogalmazott javaslatok, amik ilyen egyeztetett módon kerültek be az FM-be, azok javarészébként beépítésre is kerültek a jogszabályba. Ez egy 2,5 éves törvényalkotási folyamat volt, de abban reménykedünk, és nyilván ezt majd egyre reménykedhetünk, hisz néhány nappal a hatályba lépés után itt azért még egyértelműen állást foglalni ennek a sikerességéről nem lehet, de abban reménykedünk, egy olyan erdőtörvényt tudtunk megalkotni, ami szolgálja az erdő és az erdő gazdálkodók érdekeit egyaránt. Nem lehet elmenni szó, annál mellett szó nélkül, hogy a természetvédelmi korlátozások
azok milyenek és milyen mértékűek voltak. Azt gondoljuk, hogy ezek a korlátozások, ezek nagyon sok esetben túlzó korlátozások voltak, de legfőképpen semmilyen ellentételezést nem biztosítottak. Ugye itt az erdőtörvény, illetve a természetvédelmi törvény közötti koherencia az nem teremtődött meg, miközben kellett volna, és ez azért sem mellékes, mert mindegy 40% a magyarországi erdőknek valamilyen formában érintett természetvédelmi korlátozással. Az erdőtulajdonosokat nem egy esetben a folyamatos erdőgazdálkodási gyakorlattól fosztotta meg a korábban hatályban levő jogszabály. Nem véletlen, hogy ilyen nagy, szinte elemi erejű igény bontakozott ki ezen jogszabály módosítására. Mert ugyanis a korábbi erdőtörvény milyen hozadékkal járt. 250 ezer hektáron nem folyt gazdálkodás a magánerdő vonatkozásában. Nyilván ennek nem lennék igazságosak, ha azt mondanák, hogy kizárólag a korábban hatályos erdőtörvény volt az okozója, de hogy ebben nagy szerepet játszott, abban talán egyet tudunk érteni. Itt ez adóbevételt jelent, munkahelyeket, és sokszor elmondtuk azt, hogy ha csak ezeken a területeken megindulna a termelés, az a tűzifa hiány teljes egészében megoldaná. Tettük ezt egyébként úgy, mert mint az erdőtörvény módosítását, hogy ezzel meggyőződésünk szerint természetvédelmi károkozást nem végeztünk, hisz mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy az erdő az hosszú távon rendelkezésünkre álljon, hisz ebből van a mindennapi kenyér, ebből tudjuk a gazdálkodásunkat, aminek ez az alapja, hosszú távon fenntartani. Egy olyan összhang alakult ki ezzel a jogszabállyal, amire már régóta vágytunk, és ami illet már ahhoz a 2 millió hektárhoz, ami súlyából fakadóan azért jelentős a magyar térhasználat vonatkozásában. És ez a fajta egyensúly, ez kíváncsian várjuk, hogy hogy fog majd akár a végrehajtási rendeletben is megvalósulni, hisz láttunk már olyan jogszabályt, amit a végrehajtási rendelettel ügyesen elnézést a szóhasználatét kiheréltek. Én itt jogalkotóként, mint országgyűlési képviselő, nagyon oda fogok figyelni arra, hogy azok a politikai megállapodások, amelyek megköttettek, azok végig is menjenek. Azt egész egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy az országgyűlés által elfogadott törvény adott esetben azon lobbycsoportok működésének következtében, akiket teljesen észszerű okokkal le tudtunk győzni, azok most hátulról visszamászva a kéményen vagy bárhonnan megpróbálják fúrni azokat a gondolatokat, amelyeket mi megfogalmaztunk. Mindannyian egyetérthetünk abban, én is szoktam fogalmazni, hogy a természetvédelemre nagy szükség van, hisz hosszú távon biztosítja nekünk azt, hogy az általunk elképzelt környezetben éljünk, de hogy a természetvédőkre ilyen formában és ilyen súllyal és ilyen artikulálással, mint amivel ők sokszor működnek, szükség van-e, abban nem vagyok teljes egészében biztos, és most nyilván a visszafogottabb verziót adtam elő abból, amit egyébként meg szoktam engedni magamnak. Társadalompolitikai szempontból sem jelentéktelen az, hogy mit tettünk le az asztalra, hisz mindegy 500 000 erdőtulajdonos van, és mindegy 50 000 erdőgazdálkodó, akiknek a társadalmi szerepük nyilván azon túl, hogy használják az erdőt és jó állapotban tartják nekünk, azért gazdasági eredményt is szeretnének elérni, hisz ki kell aknázni az itt meglevő lehetőségeket. Használni kell az erdőt, nyilván nem ész nélkül kihasználni, erre is történt ma már utalás, de az egészen abszurd, hogy megfosztják a gazdálkodókat attól a lehetőségtől, hogy növeljék adott esetben az erdőterületek nagyságát. Senki nem fogja azért az erdőterület nagyságát a saját gazdasága tekintetében növelni, hogy elérjük a kormányzat által kitűzött X százalékos célt. Azért fogják az erdőgazdálkodók az erdősültséget, a saját területeket növelni, mert abból nekik gazdasági hasznuk van. És azzal, hogyha a gazdasági haszonszerzést korlátozzák a természetvédelmi bugyutaságokkal, akkor az egyébként egy teljesen kontraproduktív tevékenységet végeznek, hisz elveszik az erdőgazdálkodók kedvét attól, hogy erdőt telepítsenek. Nem értem azt a logikátlan viselkedést, ami nagyon sok esetben felmerül, de mi azért vagyunk talán itt, hogy legalább tiszta hangot hallassunk, és elmondjuk, hogy ez ebben a formában elképzelhető számunkra, hogy erdőből normális gazdálkodási haszonnal tudjunk működni, de abszurd korlátozások mellett senki nem fog ilyen tevékenységet végezni.
Hadd említsem meg én is a, hogy fogalmazott a van egy négyes fogat, talán így volt a megfogalmazás. Valóban ez a négyes fogat, ez egy fallangszerű mozgást végzett az elmúlt időszakban. Nagyon szorosan összezártunk, és egy kicsit a magunkénak is éreztük azt, amikor elnök úr azt mondta, hogy soha nem látott együttműködés van az erdészet vonatkozásában. Nyilván természetes módon ez az erdészeti egyesület és a magánerdőgazdálkodók közötti együttműködést és összhangot jelentette, de igyekeztünk mi is hozzátenni a magunkét, és az pedig számomra egy nagy-nagy büszkeség volt, amikor Vilmos átvehette itt a nagy plénum előtt azt a díjat, ami azért így nagy nyilvánosság előtt is. Gratulálok neki. Nagyon sok munkája volt neki abban, hogy egyrészt megértesse velem, hogy mi történik itt körülöttünk, hogy lássam és higgyem azt, amit nekem képviselnem kell. Hamar meg tudod győzni, mert azt gondoltam, hogy ezek tényszerű dolgok, amik mellé nekem nem csak lehetőségem, de kötelességem is odállni. És ahogy arra a Hörcsi képviselőtársam is tett utalást, valóban a frakción belül adott esetben egy belsőkörös egyeztetés alkalmával is igyekeztem nagyon szenvedélyesen védeni azt az álláspontot, amit egyébként önöktől, tőletek kaptam, és nagyon boldog voltam, amikor az erdőtörvény módosítása elfogadásra került, és nagyon pozitív visszajelzés volt az, amikor megnyomtuk a gombot, és felnéztem a karzatra, és mosolygó arcú erdészek tömkelegét láttam magam körül. Ritka az, amikor ennyire egyértelmű siker tükröződik, ennyire közvetlenül az érintett társadalmi csoport részéről. És van még a tarsolyunkban néhány törvénymódosítás. Ezt is egyeztettük, ezt is a négyes fogat készítette elő. Itt Jakab Istvánnal már készülünk arra, hogy amennyiben a politikai zöld lámpát megkapjuk hozzá, akkor ezt a parlament elé vigyük. Nem merünk arra garanciát vállalni, hisz most nem feltétlenül szakmai szempontok vannak alig fél évvel a választások előtt. Itt politikai szempontból nem tudjuk, hogy mennyire kapunk mandátumot majd szakmai kérdések kinyitására, de meg fogjuk próbálni, de ha nem most, akkor ha nyilván lehetőséget kapunk majd mondjuk egy év múlva, akkor ezt tovább szeretnénk vinni. Amiben mi gondolkodunk, az a teljes körzeti erdőtervezés módosítását ne kelljen lefolytatni, csak a terület és időbeli korlátozás alapján felülvizsgálni és módosítani az adattárat. Ez az egyik olyan rész, amit szeretnénk bevinni. Illetve szükséges az erdőkezelő feladatainak és az elszámolással kapcsolatos szabályozásnak a pontosítása, hisz itt egy nagyon szigorú bizalmi viszony alakul ki, ami az elszámolásnak a szigorúságát szinte vonza, hisz akkor tud ez jól működni. Ez volna a másik, és van egy harmadik része is. Pontosítani kell, hogy természetvédelmi célú időbeli és térbeli szabályozások esetében ezek a korlátozások, ezek szerződések megkötésével álljanak elő, hisz ezek tudják majd hosszú távon biztosítani ezeket a célokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek voltak a közelmúlt, illetve a néhány évvel ezelőtti események szumázata. Ugyanakkor mi a jövőben is nagyban számítanánk a MAGOSZ támogatására és együttműködésére. És nem csak kérjük, hanem ajánljuk is az együttműködést, hisz vannak olyan feladatok, amiket meg kell oldanunk. Több ezer magánerdő tulajdonost fog majd érinteni a lejáró haszonbérleti szerződéseknek a megújítása, adott esetben az újaknak a megkötése. Ez, ha nem teszünk valamit, akár meg is béníthatja az erdőgazdálkodást és a haszonbérleti szerződéseknek az intézményét. Az osztatlan közös tulajdonok használati viszonyai nem megfelelően szabályozottak, nagyon sok problémát generálnak, és ez újra elő fog jönni, hogyha visszautalok, a szerződések meghosszabbítására gondolunk. Az erdőbirtokossági kérdéskör is elő kell kerüljön, hogy jól szabályozunk-e mindent, de legalábbis górcső alá kell venni, hogy a mostani jogszabályoknak megfelelően tudjuk-e végezni a munkát ezen keretek között. Az EUTR és az EKR kapcsolata, azt gondolom, mindennapos kérdés az erdész szakmában, ezzel is valamit kezdenünk kell. Szakirányítás támogatása, itt sikerült becsempészni a jogszabályba, hogy legyen egy ilyen.
Ez azt gondolom, hogy egy első lépésnek tökéletes volt. Az, hogy a költségvetési sorom ugye már létezik, az pillanatilag nullát takar, az egyébként sokkal több annál, mint amit elsőre gondolunk. Tehát az, hogy ez egy költségvetési sorként szerepel, ez megadja a lehetőségét arra, hogy tényleg oda valami számot varázsoljunk. Itt is majd erősen együtt kell mozogni, és együtt kell gondolkodni. Ez majd a tavaszi választások utáni időszaknak lesz a feladata, hisz ha az a politikai gondolkodás és logika vett tovább, ami eddig is a kormány részéről jött, akkor költségvetéssel nem az őszi időszakot fogjuk majd terhelni. Ez azt jelenti, hogy a koranyári tevékenységeink közé fog majd tartozni, hogy a szakirányításhoz kapcsolódó finanszírozási kérdések megoldását megtaláljuk. Örökösödés, közjólét kiterjesztése, és azt gondolom, hogy biztos lehetne még olyan kérdéseket találni, amikről most nem esett szó. De ez most már átszaladt a következő évre, viszont nekünk az idei évben is feladatunk van, mondhatnám úgy, hogy helyzet van. Ugye november 3-án kamarai választások lesznek, ami mindannyiunknak feladat. Nem csak azért, mert én mindenképpen újra kamarai elnök akarok lenni. Egyébként azt gondolom, hogy nem ok nélkül bízom benne, hogy megkaphatom a támogatást, és a MAGOSZ részéről ez a fajta szándék ez egy szavazás formájában megnyilvánult, hanem azért, mert boldogan viszem ezt tovább, mert azt gondolom, hogy értéket tudtunk teremteni, közösen tudtunk értéket teremteni, és van feladat, ahogy ezt előbb is említettem. A MAGOSZ és az őt támogató szervezetek minden megyében tudtak listát állítani. Ez azt jelenti, hogy mindegy 1480 küldött jelöltünk van. 1480 ember szerepel az ország különböző pontjain, különböző megyében a közösen összeállított listán. Hívjuk ezt úgy, hogy az összefogás listája, hisz a másik induló az önmagában indul, és ugye hát jellemzően egy nagyüzemi lobbycsoportot jelent, még ha saját bevallásuk szerint vannak őstermelők is közöttük, bár a mi ismeretünk szerint úgy őstermelők, hogy egy nagyvállalatnak a vezérigazgatója is mellette kiváltotta az őstermelő igazolványt, és így tagja a MOSZ-nak, így valóban vannak őstermelő tagja is, ezzel a ténnyel nem akarunk vitatkozni. Azt gondolom, hogy nem meglepetés, ha feltételezzük magunkról, hogy az esélyesség terhe bennünket nyom. De ez nem szabad, hogy elaltasson bennünket. Ne gondoljuk azt, hogy ezt a választást megnyertük, és egyébként ott se gondoljuk azt, hogy otthon maradhatunk, ahol az ellenfél nem állított listát. Mi olyan erővel tudjuk majd képviselni az ágazatot, és annyira tudunk majd erősek lenni az érdekérvényesítésben, amilyen erős mandátum van mögöttünk. Tehát minél több szavazatot kap ez a lista, az összefogás listája, mi annál sikeresebbek tudunk majd lenni, például az előbb említett problémák megoldásában. Egy súlytalan szervezet az nem fog tudni jó eredménnyel tárgyalni a kormánnyal. Viszont egy elemi erejű akarat bontakozik ki mögötte, akkor azért tud eredményt elérni. A kamara a magas súlyával hozzá tudott járulni sok ágazatban, nem csak az erdészetnél, és erre tényleg büszkék vagyunk, de említhetném a tejágazatot, említhetném a méhészeket, akik mellett el tudtuk kötelezni magunkat is, és azzal, hogy együtt mentünk, sikeresebbek tudtunk lenni. Ehhez az kellett, hogy egy erős költségvetésében, működésében, infrastruktúrájában, humán erőforrásában erőteljes csapat bontakozott ki az elmúlt 4-5 évben. Ha erőt mutatunk, erősek leszünk, talán így fogalmazhatnám ezt meg. És ez egy választás lesz. Ez egy választás lesz, olyan, ami még eddig egyébként nem volt. Választás lesz, ami azt jelenti, hogy kampány is lesz. Nem szeretnénk negatív kampányba bonyolódni, abban megegyeztünk, hogy éles lőszerrel, nyilván átvitt értelemben, éles lőszerrel nem szeretnénk lőni, de nekünk is van éles lőszerünk. Hogyha mocskolódás lesz, akkor nekünk is vannak információink, hogy hogy lehet erre válaszolni. Nem feltétlenül az elegáns, és nem feltétlenül kellene az agrártársadalmat ezzel dühíteni, de erre fel kell készülni. A kampány logikája és a környezet az alapvetően sajnos ezt a kultúrát alakította ki körülöttünk. Igyekszünk ettől távol tartani magunkat. Szavazunk egyébként, és nem csak arról, hogy kik legyenek a kamarai tisztségviselők, hanem arról is szavazni fogunk, hogy hogyan tovább. Az áfa csökkentés, mit ad Isten, akkor indult meg az agrárgazdaságban, amikor a kamara létrejött. Nem fogom azt hazudni magamnak sem, hogy ez kizárólag nekünk köszönhető.
de hogy az első pillanattól fogva ezt az álláspontot képviseltük, és következetesen ezt az álláspontot képviseljük, és nyilván ez igaz a tűzifa vonatkozásában is, és az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium egy munkacsoport állt fel a közelmúltban, hogy nem a 18-as költségvetés vonatkozásában, hisz azt már elfogadtuk, hanem a 19-es vonatkozásában, amit majd jövő nyáron fogad el az országgyűlés, már most megkezdtük a tárgyalásokat, hogy mik azok az ágazatok, amelyek az áfa csökkentés szempontjából érintettek lehetnek. Szavazunk majd arról, hogy a kötelező tagság az kell vagy nem kell. Nem közvetlenül, hisz a kötelező tagságról, arról az országgyűlés dönt. A kamarai törvény fogalmazza meg, hogy kötelező tagság van. De a kötelező tagság teszi lehetővé egyébként azt, hogy ekkora súllyal szerepeljünk. A kötelező tagság teszi lehetővé azt, hogy egy nagyon stabil költségvetéssel tudjunk működni, Brüsszelben állandó irodát tudjunk fenntartani, és teszi azt lehetővé, hogy olyan programokat valósítsunk meg, mint mondjuk a jégkármérséklőrendszer, ami évente több milliárd forintba kerül, és mindezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy egyetlen egy plusz forintjában nem kerül ebbe az országban senkinek sem. Mindegy, 1,8 milliárd forint jó eséllyel kerül majd hozzánk a vidékfejlesztési programból, de egyébként még pár száz millió forintot ehhez hozzá kell tenni, majd többek között az általunk befizetett kamarai tagdíjból. Ha ezek nem lennének, akkor nem tudnánk működni. Nem tudnánk ilyenekről álmodni sem. Amikor bementünk a kamarába 2012. augusztusában, soha nem felejtem el, akkor is volt egy gyakori, akkor még UMVP-s program, ami a TISZ mozaik szót, vagy GISZT, bocsánat, a GISZT mozaik szót hordozta, ez a gazdálkodási információs szolgálat. 202 kamarai tanácsadó működött akkor a vidéken, van, aki bizonyára emlékszik erre. Igen ám, az is egy 100%-os támogatási intenzitású program volt, de annak ugye volt egy finanszírozási része. És amit a bank megfinanszírozott, arra kamatot számolt fel. De annak a kamatnak nem volt fedezete. És amikor bementünk a kamarába, 500 000 000 forint mínusz volt a folyószámlán. És nem láttuk a fedezetét. Nem arról volt szó, hogy oda majd valami pénzbe esik, és akkor kipipálhatjuk ezt a problémát. Tehát, ha nincs egy stabilitás, akkor nem fogunk tudni ilyen programokat megalkotni. Tagdíjról is. Lehet vitatkozni a tagdíjról. Egyébként Európai Uniós átlagban nem magas a tagdíj, ezt nyugodtan lehet mondani, mert matematika egy elég exakt tudományág. De mi nem abban hiszünk egyébként, hogy töröljük el, vagy szüntessük meg a tagdíjat. Mi abban hiszünk, és erre teszünk lépéseket lassan, de biztosan haladva előre, hogy a kamarai tagdíj az inkább úgy párologjon el. Mit értünk ez alatt? Azt, hogy azok a szolgáltatások, amik a kamaránál megvannak, és abban vagyunk érdekeltek, hogy ezek jó szolgáltatások legyenek, minél többen igénybe vegyék őket, de ennek a szolgáltatásoknak az ellenértékét valamilyen részarányban le lehessen írni a kamarai tagdíjból. Így akár le is nullázhatjuk azt. Mobiltelefon szolgáltatás, biztosítási alkusz céget indítottunk, adott esetben még biztosító létesítésében is gondolkodunk, és sorolhatnám. Ezekről is szavazni fogunk. A falugazdászokról is szavazni fogunk. És akkor itt most nyitnék egy zárójelet. Látjuk a MOSZ reklám plakátjain, hogy ők politikailag független köztestületet szeretnének. Ez számomra azért érdekes, mert ha jól emlékszem, akik most a MOSZ vezetésében ott vannak, és aki mondjuk bejön a kamarai választási bizottság ülésére, Orosz Sándor, az, ha jól emlékszem, a szocialista időszakban a mezőgazdasági bizottságnak volt az elnöke. Az a Már András, aki pedig most a főtitkár helyettese ennek a szervezetnek, az pedig jótom kormánytag volt 8 évvel ezelőtt a szocialista kormány ide alatt. Tehát ennyire függetlenekkel veszük körül magunkat, és ha jól emlékszem, és ezért hoztam ide a falugazdászokat, talán pont ellenük tüntettünk 2005-ben azért, hogy a falugazdász létszám az annyi legyen, amennyi egyébként ma is, mert ők nem ebben gondolkodtak. És én láttam egy levelet, amit az egyik moszos vezető írt alá, amikor azt is arról értekezik, hogy ő szerinte 100 fővel el lehet látni a kamarai feladatokat. Csak falugazdászból van most 650. Majd amikor ez kiderült, akkor jött a következő reakció, hogy el kell ismerni a falugazdászokat, és meg kell tartani ezt a létszámot. Akkor most melyik az igaz? Amit egymás között leveleznek, vagy amivel kiállnak a plénum elő? Erről is fogunk szavazni egyébként. Földbizottságokról is fogunk szavazni.
Ugye a földbizottság az a szerv, amelyik jóvá hagyja, vagy adott esetben elutasítja a földvásárlási igényeket. Mi a célunk? Ezt is el kell dönteni, erről is szavazni fogunk, hogy mi akarunk ott lenni, vagy a társas vállalkozásokat képviselő csoport legyen ott. Ők fogják adott esetben egy megyei listát, ha megnyernek, ők fogják majd megyei elnökség hatáskörében, ugye ott van a földbizottsági szerep, ők fogják majd eldönteni, hogy ki vesz és ki nem vesz Magyarországon, vagyis abban az adott megyében földet. Én nem ebben gondolkodom, én abban gondolkodom, hogy meg tudtuk oldani ezt a feladatot. A gazdálkodók, a magántulajdonosok, a családi gazdálkodók jól látják, hogy mi a feladatuk. 1480 küldöttünk van, és kérek mindenkit, hogy aki érzi vagy sejti ennek az egész szavazásnak a súlyát, amire még egyébként nem volt példa a magyar agrárgazdaság modernkori történetében, az szólítson meg embereket maga körül, akik kamarai tagok, hogy vegyenek részt a választásokon, ami november 3-án lesz, és legjobb belátásuk szerint húzzanak egy X-et. Én abban bízom, hogy az összefogás listájára fogják ezt az X-et húzni. Ennek reményében köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és bízom benne, hogy sok alkalommal tudunk még eredményes együttléteket produkálni. További szép napot önöknek!